Sziasztok! Folytassuk tovább a matematika második osztályos gyakorló feladatainkat. Ezekkel a feladatokkal fogunk készülni az évvégi matematika felmérőre. Nézzük meg! Előrajzoltam egy helyi érték táblázatot. Biztos vagyok benne, hogy találkoztatok ezzel a táblázattal a tanév során. Ebben a táblázatban megjelöltem az egyesek helyét, a tízesek helyét és a százasok helyét, mind a hármat kisbetűvel írtam. És egy külön rubrikába írtam egy szót, méghozzá azt, hogy szám. Ide fognak ebbe az oszlopba kerülni a számok. Tehát első oszlopban vannak a százasok helye, második oszlopban a tízesek helye, harmadik oszlopban pedig az egyesek helye. Le fogok írni egy számot a helyi érték táblázatba, és azt fogom kérni, hogy ezt te is másold le, ezt a táblázatot a füzetedbe, még mielőtt hozzá nem kezdek, jó? Tehát állítsd meg, légy szíves a videódat, és másold be a füzetedbe ezt. Remélem, hogy sikerült lemásolnod a táblázatot, és akkor folytassuk tovább. Tehát beírok egy számot ebbe a helyi érték táblázatba, például a 23-as számot. Ugye ez a szám, ez a 23. Hogyan tudom leírni ezt a 23-as számot? Nézzük meg, hogy hány százasból áll ez a 23. Írtunk a százas helyi értékbe valamit? Nem írtunk, amúgy sem írtunk, mert nullától 100-ig tanultunk számolni, ugye? Nullától 100-ig ebben a tanévben. Tehát a nulla helyi, a százasok helyére nincs írva semmi. Nézzük a tízesek helyére, hány tízes van írva? 2 darab tízes. Leírom azt, hogy 2 tízes, meg még hány darab egyesünk van? 3 darab egyesünk. Leírjuk, hogy 3 egyes. És akkor 2 tízes az 20, meg 3 egyes az 3, az összesen 23. De ezt olyan szépen le is lehet olvasni, látod itt a helyi érték táblázatból. Most nézzük meg, gondolkodjunk fordítva. Leírok egy számot, méghozzá tízesekre és egyesekre bontva, legyen a 7 tízes meg 4 egyes. Mi lesz ez a szám? Ki kellene találnunk? Ábrázoljuk a számot ennek megfelelően. Nézzük, a 7 tízeshez, a tízesekhez be fogjuk írni a 7-est, a 4 egyes pedig be fogjuk írni az egyesekhez. És már rögtön le is olvashatjuk, hogy 7 tízes meg 4 egyes az összesen 74. Most megint egy másik számot fogok felírni, méghozzá legyen a 39. Hogy tudom felírni a 39-et tízesekre és egyesekre bontva? Megnézzük a helyi érték táblázatban, hogy a 3-as, a 39-es számból a 3-as számjegy, amikor a helyi érték táblázatba beírtam, hova került, a 10-es helyi értéket tartalmazó oszlopba, tehát 3 darab tízesünk van, és 9 darab egyesünk. Ezt leírjuk összeadással. 3 tízes meg 9 egyes egyenlő. És le is lehet olvasni magáról a helyi érték táblázatról is, hogy a 3 tízes és a 9 egyes az a 39. Menjünk tovább. Legyen nekünk most a 45-ös. A 45-ös az egy 4-es és az 5-ös számjegyből van felírva. Nézzük meg, hogy a 4-es számjegy a helyi érték táblázatnak melyik oszlopában található. A 10-eseknél található,
akkor az 4 tízest jelöl, és az 5-ös számjegy pedig közben a cicám itt rendetlenkedik. Az 5-ös számjegy pedig az egyes helyi értéken álló oszlopba található. Akkor nézzük meg, hogy hogyan is tudom leírni. Tehát azt mondtuk, hogy 4 tízesünk van, ugye? 4 tízesünk van. És még van 5 darab egyesünk. Összesen az mennyi? 4 darab tízes az 40, 5 darab tízes az 5. Az összesen 45. Menjünk tovább. A következő számunk legyen a 67. A 67-et úgy tudom felírni tízesek és egyesek összegeként, hogy megnézzük, hogy a 6-os melyik helyérték, a helyérték táblázat melyik részében, oszlopában található, a 10-es helyérték oszlopban. Tehát ez 6 tízes, a 7-es pedig az 1-es helyi értéken áll, ez pedig akkor 7 1-es, és akkor adjuk össze. 6 darab 10-es, az 60, 7 darab 1-es, az 7, az összesen 67. Jó. Nézzük meg a következő feladatot. Készítettem nektek egy táblázatot, és ebbe bele fogok írni néhány számot. Legyen az első számunk, először is nézzük már meg, hogy mi ez a táblázat. Ezzel a táblázattal fogsz majd találkozni, mindjárt meg is mutatom, hogy miről is van szó, mert nagyon rá van nagyítva. Aha, most már jó lesz, most már te is fogod látni. Jó. Tehát, ilyen táblázattal már találkoztál eddig is, ebben a tanévben, most pedig egy kicsit felkészülünk a hasonló feladatokra, évvégi felmérésben megtalálható feladatra. A helyi érték, és ebbe a táblázatba középen található az a szó, hogy szám. Ettől az oszloptól balra található, hogyha elolvasok, kisebb egyes számszomszédja. Mindenféleképpen olvasd el mindig a feladatot, és olvasd el azt is, hogy a táblázat tetején milyen kifejezést látsz. Nézzük meg, hogy a szám szó mellett jobb oldalt pedig azt olvasok, hogy nagyobb egyes számszomszédja. Mit is jelent akkor ez a feladat? Azt, hogy be lesz írva neked egy szám, például 39, és az lesz például a feladat, hogy egészítsd ki a táblázatot. Akkor a kifejezéseknek megfelelően be kell írni a hiányzó számokat a táblázat megfelelő helyére. Most még nem lesz nektek szerintem olyan bonyolult, mert középen lesznek majd a számok megadva valószínűleg, úgyhogy nézzük, akkor én beírok ide néhány számot. Jó, beírtam 3 számot, akkor nézzük meg, tehát ott tartottunk, középen, a középső oszlopban vannak a számok, balra van a kisebb egyes szám szomszédja, jobbra van a nagyobb egyes szám szomszédja, majd látsz bal oldalt még egy oszlopot, oda pedig oda van neked írva, hogy kisebb tízes szám szomszédja, mindenféleképpen olvasd el, hogy mi van odaírva. Általában ezt a 2 oszlopot nem szokták felcserélni. Nézzük meg a táblázatnak a szám kifejezéstől jobbra levő oszlopait. Ugye az előbb már beszéltük, hogy nagyobb egyes számszomszédja található a szám mellett, majd pedig nagyobb tízes számszomszédja található. Mit is jelent ez? Ugye, amikor tanárnéni vagy tanítónéni mondott nektek egy számot, akkor megkérdezte tőle, hogy mondd meg, hogy mennyi a 27-nek a kisebb egyes számszomszédja. Ez azt jelenti, hogy a 27-től egyel kisebb
számot kellett mondanod. Ha azt kérte a tanárnéni, hogy a 27-nek az egyel nagyobb számszomszédját mondd meg, akkor az egyel nagyobb számszomszédot kellett megmondani. Na akkor nézzük. Egészítsük ki először a kisebb egyes számszomszéddal ezt a számot. 39. A 39-nek a kisebb egyes számszomszédja a 38. És a 39-nek a nagyobb egyes számszomszédja a 40. Hogyha magad elé képzelsz egy... Mindjárt mutatok valamit. Ha magad elé képzelsz egy ilyen számegyenest, amelyikbe be vannak írva a számok, akkor a 39-et, ha megkeresem, ugye a 40 előtt van egyel, a 39, és a kisebb egyes számszomszédja valóban a 38-as lesz, mert megnézzük, hogy 30, és akkor leszámoljuk a 8-at, akkor bizonyára ide fogsz érni a 39-től egyel balra, a 38-asra. Nézzük meg az egyel nagyobb számszomszédját, tehát nagyobb egyes számszomszédját a 39-nek, egyel jobbra lesz található, ebben az esetben a 40. Jó, most nézzük már meg, hogy ez a szám, ez a 39-es, be is jelölöm itt egy nagy fekete ponttal, ő a 39-es, ide is írom, hogy 39. Nézzük meg, hogy a 39-es melyik két kerek tízes között található? A 30-as és a 40-es között található, ugye? Nem pedig a 20-as és a 30-as között, meg nem a 10-es és a 20-as között, hanem a 30-as és a 40-es között található. Nézzük már meg, hogy a 39-es számnak melyik lehet a kisebbik számszomszédja, a 10-es számszomszédja. Hát természetesen a két szám közül a kisebbik lesz. Tehát be is írhatjuk ide, kisebb 10-es számszomszédja a 30. Nézzük meg, melyik akkor a nagyobb számszomszédja, hogyha a kisebb 10-es számszomszédja a 30-as volt, akkor a nagyobb 10-es számszomszédja természetesen a 40 lesz. Ilyenkor ne zavarjon meg titeket, hogy a nagyobb 1-es számszomszédja ugyanaz a szám lett, mint a nagyobb 10-es számszomszédja. A 39 esetében erről van szó. Nézzük a következő számot, ezt most nem fogom tudni ábrázolni számegyenesen, mert nincs ilyen hosszú számegyenesen, de nézzük meg. A 74-esnek a kisebb 1-es számszomszédja, tehát az a szám, amelyik 1-el kevesebb, mint a 74, az a 73. A 74-nek a nagyobb 1-es számszomszédja, az pedig a 74-től 1-el nagyobb szám. És ez nem más, mint a 75. Na most akkor következik a táblázatnak a két szélső oszlopa. Kezdjük a baloldalival, jó? Tehát megint a 74-estől indulunk ki. A 74-es számnak a kisebbik 10-es számszomszédját kell beírni ennek a sornak a hiányzó baloldali részébe. Tehát a 74 kisebb 10-es számszomszédja, melyik két 10-es között található a 74-es? Ugye a 70-es és a 80-as között található. A 74-esnek a kisebb 10-es számszomszédja a 70-es és a 80-as közül a kisebbiket jelöli, tehát ebben az esetben a 70-esről van szó. Nézzük meg, a 74-nek pedig a nagyobbik 10-es számszomszédja, ugye az előbb mondtuk, hogy a 70-es és a 80-as kerek 10-esek között található a 74-es, a kettő közül, a 70-es és a 80-as közül a 80-as a nagyobb. Tehát ő lesz itt a nagyobb 10-es számszomszéd. Menjünk tovább. Jön a 66-os számunk. A 66-os számnak a kisebb 1-es szomszédja, tehát az a szám, amelyik 1-el kisebb, az a 65-ös. És a 66-nak az 1-es, nagyobb 1-es számszomszédja, az a szám, amelyik a 66-tól 1-el nagyobb, az lesz a 67. Jó.
A 66-nak a kisebb tízes szám szomszédja az a kerek tízes szám, amelyik a legközelebb található a 66-hoz, ugye két ilyen szám is van, a 60-as és a 70-es. Hogyha egy számegyenesen kellene ábrázolnunk ezt a számot, hogy 66, akkor biztos, hogy a 60-as és a 70-es közé rajzolnád be ezt a, ennek a számnak a helyét. Na de a 60-as és a 70-es közül melyik szám a kisebb? A 60-as, tehát a kisebb tízes szám szomszédja. Jaj, elrontottam. A 60-as. És a 66-nak természetesen akkor így a nagyobbik tízes számszomszédja, ő lesz a 70-es. Jó. Arra kérlek téged, hogy most vegyél elő egy füzetet, azt a gyakorló füzetet, amit szoktunk használni, és mondok számokat neked, én le is írom minden magamnak a számokat is, és írjuk fel ezeket a számokat tízesekben és egyesekben, jó? Az első számunk az az lesz, hogy 29 egyenlő. Bontsuk fel tízesekre és egyesekre. Ha megcsináltad, akkor gyere vissza. Jó, szerintem készen vagy vele. Lett a két tízes, ugye? A 29, az két tízes, meg 9 egyes. Én ide fölé szoktam írni kis betűkkel, hogy ő az egyesek helyén áll ez a 9-es, a kettes pedig a tízesek helyén, és akkor itt rögtön le tudod olvasni. Látod? Kétjegyű számnál az első számjegy az a tízesek helyét jelöli, a második számjegy pedig az egyesek helyét. Na még akkor gyakoroljunk ilyeneket, jó? Legyen a 37. Hogy tudom felírni a 37-et? Úgy tudom felírni, hogy 3 tízes, meg 7 egyes. Ha kell, nyugodtan írt fölé, a számok fölé a többetűt, illetve az ebetűt. Menjünk tovább. 46. Hogy tudom felírni? 4 tízes, meg 7 egyes. Te is írd ezt le a füzetedbe, jó? Megyünk tovább. 75. A 75 az 7 tízes, meg 5 egyes. Nézzük meg, hogy valóban így van-e. 7 tízes, 5 egyes, odaírom felé a pici betűket. Tízesekből van 7 darab, egyesekből van 5 darab, a 7 tízes az 70-et jelent, az 5 egyes pedig 5-öt jelent. Tehát összesen ez 75 lesz. Jó, még azért csináljunk még vagy kettőt, jó? 53 egyenlő 5 tízes, meg 3 egyes. Ugye egyesek, tízesek helye. És legyen az utolsó, legyen az, hogy 64 egyenlő 6 tízes, meg 4 egyes. Ez szokott úgy is előfordulni az ilyen feladat, hogy nem a számok vannak leírva, és írt föl, hogy milyen számra, hogy írt föl helyi érték szerint a számokat, hanem pont fordítva, az van leírva neked, hogy meg vannak adva a tízesek és az egyeseknek az összege, van egy egyenlőséggel,
és mellé kell írni, hogy melyik számra gondoltunk. 2 tízes meg 9 egyes, a 2 tízes az ugye 20, 9 egyes az 9, az 29. Mindjárt le fogjuk ellenőrizni. 3 tízes meg 7 egyes, a 3 tízes az 30, a 7 egyes az 7, az 37, ugye? 4 tízes meg 7 egyes, a 4 tízes az 4 darab tízes, ugye? 10 meg 10 meg 10 meg 10, az 4 darab tízes, az 40, a 7 egyes pedig az 7, az 47. 7 tízes meg 5 egyes, az 75. 5 tízes meg 3 egyes, 53. És 6 tízes meg 4 egyes, az 64. Ellenőrizzük le, ugyanazok a számok vannak-e a sor végén, mint amit ide előre írtam. Oppá, itt elrontottam. 46-os volt, akkor itt ez 6, 6 egyes. Most jó. Ennyi kicsi baki most egy belefért. Jó. Akkor szeretném, hogyha önállóan elvégeznéd a következő feladatot. Melyik számra gondolok? Másold le ezt a füzetedbe, old meg a feladatot, és gyere vissza, jó? Megoldjuk közösen. Remélem, hogy sikerült lemásolni és megoldani ezt a feladatot. Vegyél elő egy zöld színest, és akkor nézzük meg. A 3 tízes az ugye 30. 30 meg 7 darab 1-es, mennyi a 7 darab 1-es? Az 7. Tehát 30 meg 7, az 37. Ha jó, pipált ki. Nézzük a következőt. 2 darab 10-es, az mennyi? Az 20. 5 darab 1-esünk van, az 5 darab 1-es az mennyi? Az 5. 20 meg 5, az 25. 6 darab 10-es, meg 1 darab 1-es. A 6 darab 10-es, az ugye 60. Az 1 darab 1-es, az 1. 60 meg 1, az 61. 9 darab 10-es, az 90. 4 darab 1-es, az 4. 90 meg 4, az 94. Remélem, hogy jól sikerült ez a feladat. Úgyhogy egy kicsi pihenő után folytathatjuk majd tovább. Ha gondolod, akkor tarts velem a következő videókban is. Várok titeket sok szeretettel. Folytassuk. Sziasztok!